átadták a jégpályát. A közel félmilliárdos beruházás az utánpótlás nevelést, az élsportot és a szabadidősportot is segíti. Utazás kiállítás. Közös tandem mutatkozott be Szabolcs megye és Kárpátalja a Hungexpón. Munkácsi Kisvárdán 2005 óta már 33 kiállításon mutatta be Munkácsi gyűjteményét Pák Imre. Egy közel félmilliárd forintos beruházás eredményeként elkészült a nyíregyházi városi jégpálya. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A 70%-os TAO-s forrás mellett 30%-os állami támogatásból elkészült létesítményben szabványméretű, 60x30 méteres jégfelület áll az utánpótlás nevelés, az élsport és a szabadidősport rendelkezésére. Több évtizedes álmuk teljesült a nyíregyházi korisoknak, jégkorongozóknak, átadták a városi jégpályát. Korábban a hokisok a téli időszakban a Continental Arena melletti sátorban edzettek és játszottak, valamint Debrecenbe jártak át tréningezni. A közel 500 millió forintos beruházásnak köszönhetően egy nemzetközi szabványnak megfelelő pálya és a hozzátartozó kiszolgáló létesítmények várják a jégsport szerelmeseit. Beruházás összegének a 70%-át a nyíregyházi cégek adták a társasági adóból, a Jégkorong Szövetség támogatta, és megkaptuk a 30%-os önerőt a kormánytól, és így elkészülhetett egy nagyon modern, szép jégpálya, amit már látunk, használatba is vettek. A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnöke szerint fontos, hogy a csarnok elkészültével egy újabb fehér folt tűnt el a sportág térképéről. Egyre több a jégcsarnok, és az fantasztikusan jó dolog, hogy TAO-ból lehetett megépíteni ezt a nyíregyházi fedett jégpályát. Ez egy teljes értékű 30x60-as jégkorongpálya, ahol viszont gyors korcsolya, műkorcsolya, minden korcsolya sport üzhető. És hát nagyon nagy öröm, mert Nyíregyháza keleti nagyvárosként igazán megérdemelte azt a lehetőséget, hogy itt a gyerekek, meg a fiatalok, a felnőttek, meg minden korosztály tudjon korcsolyázni. Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár azt hangsúlyozta, hogy a sportnak a szórakoztatás mellett az egészségmegőrzésben is fontos szerepe van. Az utánpótlás nevelés nagyon fontos feladatunk, és az élsport is, hiszen hogyha nagyon sokan sportolnak, akkor egyenesen arányos azzal, hogy az élsportban is sikeresek leszünk. Ehhez viszont létesítményekre van szükségünk, és ehhez nekünk a kormány részéről mindent teljesítenünk kell, minden igényt ki kell elégítenünk, és ez is azt fogja adni, amit mindig hangsúlyozok, hogy egyetlen egy eszköz van a kezünkben, hogy az egészségünket meg tudjuk tartani, az pedig a sport, nem más. Az új jégpályán vasárnap már rendeznek egy utánpótlás tornát. A nagy közönség hétköznap esténként, hétvégeken pedig, ha nincs meccs, egész nap használhatja létesítményt, amely jövőre egy lelátóval bővül. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja turizmusának erősítése kiemelt feladat hangzott el a budapesti utazás kiállításon. A Hungexpón szervezett 4 napos eseményen először mutatkozott be közös standon a két régió. A megyében kiemelt cél, hogy mind nyugatról, mind pedig Kárpátaljáról és egész Ukrajnából minél több turista érkezzen a térségbe. Ennek érdekében közel 5 milliárd forintot fordítanak turisztikai beruházásokra. A Kókas Együttes és Bereg Daróczi Pálinka, valamint turisztikai látványosságokat és programokat kínáló füzetek. Többek között ezek csalogatták a látogatókat Kárpátalja és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyek közös standjához az utazás kiállításon. A budapesti Hungexpo március 1-e és 4-e között megrendezett, az ország és a kelet-közép-európai régió egyik legjelentősebb turisztikai seregszemléjén a két régió először mutatkozott be közösen. A közös stand megnyitóján Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa hangsúlyozta, ez a fajta együttműködés jelzi azt az akaratot, hogy Magyarország állandó és jó szomszédi kapcsolatot kíván fenntartani Kárpátaljával. Grezsa István hozzátette, a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács segítségével eddig is több programot finanszíroztak a magyarság történelmi és kulturális értékeinek védelme és bemutatása érdekében, ezeket a továbbiakban folytatni kívánják. A turisztikai tanáccsal együttműködve
szintén magyar kormányzati segítséggel igyekszünk tisztán tartani ezeket a területeket. Itt a tisztaság és köztisztaságnak egészen más fogalmai érvényesülnek, mint Magyarországon. Én azt gondolom, hogyha csoportokat utaztatunk a térségbe, akkor minimálisan elvárható, hogy többnyelvű információs táblák és egy kultúrát rendezett környezet várja a magyar turistákat. A kelet-ukrajnai háború Kárpátalján kedvezőtlenül hatott a turizmusra is. Ám az utóbbi időben a Kárpátaljára irányuló turizmus Magyarországon is megélénkült, újra vendégekkel teltek meg a falusi szálláshelyek Kárpátalján. A mostani közös strand is ezt a fellendülést kívánja tovább erősíteni, amelyben sokat segíthet, hogy a két régió közös, egymást kölcsönösen segítő turisztikai célpontként jelenjen meg a kínálatokban. A célunk a Szabolcs-Szatmár Bereg megyével Kárpátalja együttműködésre, hogy turisztikailag összekapcsoljuk, és közös csomagként tudjuk azt, turisztikai csomagként tudjuk azt kínálni a turistáknak, illetve a utazási irodák számára. Tehát, hogyha esetleg valakinek az a cél, hogy Kárpátaljára ellátogasson, egy csoporttal eljöjjön, utat szervezzen Kárpátaljára, akkor tegye be azt, hogy egy-két napot még itt vannak Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, a határmenti régiót megnézik. A kárpátaljai turizmus fellendülésében jelentős szerepet játszott a Rákóczi Szövetség 2016-ban indított utazási programja. Ennek keretében nyugdíjas, egyházi és iskolai közösségek utazhattak pénzügyi támogatással Kárpátaljára. A mi becsléseink szerint nagyjából 50-60 millió forintot hagyott ott csak az elmúlt évben az a közel 5000 ember, aki ennek a programnak keretében jutott el Kárpátaljára. És az anyagi támogatáson túl egy óriási erkölcsi támogatás az, hogyha oda megy egy magyarországi csoport, egy tantestület, egy egyházi közösség, találkozik az ottani emberekkel, megszorítják az ottani élő emberek kezét, és érzik azt, hogy tartoznak valahová, hogy fontosak valakiknek, és ennek keretében jól is érzik magukat, és megtekintik mindazt a történelmi és kulturális kincset, ami Kárpátalján található. Szabolcs-Szatmár Bereg megye számára is kiemelten fontos, hogy egyre több turista érkezzen nem csak nyugatról, hanem Kárpátaljáról, illetve egész Ukrajnából. A megyei önkormányzat a turizmus erősítése érdekében számos fejlesztést tervez a közeljövőben. Útvonalakat fejlesztünk, gondolunk a középkori templomok útjára, vagy a tündérmezőre, de határon átnyúló programokban ezen dolgozunk, és a jövőben is tervezünk turisztikai útvonal fejlesztéseket, Szent László örökségére, a középkori templomokra és más egyéb kulturális természetörökségére alapozva, illetve a területi operatív programból is egy több mint 5 milliárdos turisztikai fejlesztést valósítunk meg, a megyei fejlesztési ügynökséggel karöltve, több mint 30 önkormányzattal, több mint 50 helyszínen. Az utazás kiállításon kiemelten volt jelen Vásáros Namény. A település, mint Bereg szíve, közel 2 éve építi turisztikai arculatát. Ennek keretében már elkészült a Gergely-Ugornyai Tiszaparton egy lapátos pihenő. Hamarosan pedig több mint 160 millió forintból egy közösségi pontot alakítanak ki ugyanitt. Aki kajakkenúval érkezik, majd kerékpárra pattanhat, a City Guide segítségével, amely megmutatja neki a térség látványosságait, megismerheti a tájat, bringára pattan, és bejárja a környéket, elmegy Csarudára, Tákosra, Tarpára, aki pedig kerékpárral érkezik majd erre az információs pontra, ő pedig vízre szállhat, és így járhatja be a térségünket. Filip Sándor azt is elmondta, Vásárosnaményban kiemelt figyelmet fordítanak a vadászati turizmusra is. Ennek eredménye, hogy 2021-ben a település lesz a vadászati világkiállítás egyik állomása. Munkácsi Mihály festményeiből nyílt kiállítás Kisvárdán a világ második legnagyobb Munkácsi gyűjteményét birtokló Pák Imre folyamatosan gyarapodó kollekcióját 2005 óta már 33 kiállításon mutatta be Magyarországon és külföldön. A tárlat május 31-éig várja a látogatókat a Bagolyvárban. Az ordító suhanc, a konyhában a hímző leány. Többek között ezek a Munkácsi festmények is megtekinthetők a pénteken nyílt kiállításon Kisvárdán. De Hans Temple több mint 2 méteres Munkácsi Mihály arcképe címet viselő alkotása is a tárlat része. A művek Pák Imre magángyűjtő Munkácsi Mihály kollekciójának világhírű alkotásai, amelyek jól lefedik Munkácsi életművét, a korai munkáitól, a bibliai témájú festményeken és polgári életképeken át az ikonikus festményekig. A kollekció 2005-ben 30 festményt tartalmazott, azóta a gyűjtemény több mint 50 darabosra bővült. A kisvárdai közönség már ezzel találkozhat. Egy legnagyobb magyar festőnk, akit Kisvárdára eljött ebbe az impozáns épületbe, és azt hiszem, hogy ez egy olyan hordajai kiállítás, ahol bárhol a világon megállná a helyét. És köszönhet, hogy a Pák Imrének, a galériának, a Békés Csabai Múzeumnak képek eljöttek hozzánk Kisvárdára. Köszönhető miniszter úrnak, hogy ezt támogatta, mint fővédnök,
és egy olyan kulturális élményt ad a város és a város környékén lakóknak, ami azt hiszem, hogy örökre felejthetetlen. Pák Imre folyamatosan gyarapodó kollekciója a világ második legnagyobb munkács gyűjteménye. 2005 óta már 33 kiállításon mutatták be Magyarországon és külföldön, így több mint 2 millió ember ismerhette meg Munkácsy Mihály művészetét. Most Kisvárdán a nemrégiben felújított Bagolyvár ad otthont a tárlatnak. Azt gondolom, hogy ez egy tényleg példaértékű felújítás. És ezért kértem én úgy szót, mint kisvárdai polgár, mert vagyunk itt egy páran, és reményénk szerint Kisvárdán vagyunk legalább 17.800-an. Akik ezt értékeljük. Hiszen ez az elmúlt 8 év nem arról szól már, hogy fejlehajtva, szürke kisvárosba élve éljük mindennapjainkat, hanem azt gondolom, hogy felemelt fejjel visszatértek Kisvárdára a színek. A Munkácsy kiállítás május 31-ig tekinthető meg a kisvárdai Bagolyvárban. Kilakoltatási moratóriumot vezetne be a Jobbik kormányra kerülése esetén, mondta a nyíregyházi sajtótájékoztatóján Lengyel Máté. A párt országgyűlési képviselőjelöltje kiemelte, ellenzékben is igyekeztek segíteni a devizakárosultakat, kormányzati pozícióban pedig több lehetőségük is lesz majd arra, hogy könnyítsenek az érintettek helyzetén. Kormányra kerülve egyértelműen forintosítani fogjuk a devizahiteleket, elszámoltatjuk a végrehajtói túlkapásokat, megszüntetjük, a végrehajtást állami kézbe fogjuk venni, országos ingyenes jogsegélyszolgálatot fogunk létrehozni, hogy ne csak a gazdagok számára legyen elérhető a jogsegély devizahitelek tekintetében. Újra számoltatjuk a devizahiteleket, ugyanis elfogadhatatlan az, hogy sokan már visszafizették a felvett összeget, de továbbra is ugyanannyival tartoznak a bankoknak. Több mint 1800 milliárd forint uniós agrárpályázati forrásról döntenek még idén, közölte az állami földekért felelős államtitkár Fehérgyarmaton. Vitai Márton hozzátette, ezeket az összegeket még év végéig megkapják a gazdák. Ezentúl a hazai források összege duplájára emelkedett, így már 100 milliárd forintra pályázhatnak az agrárszektorban dolgozók. Sikeres volt az elmúlt 8 év a kormányzat és az agrárszektor között. Többek között azt is sikerült elérni, hogy jelenleg az Európai Unió leggyorsabban fejlődő agrárpiaca a magyar. Az ágazat fejlesztését több pályázati forrás is segíti, ez pedig Szabolcs megyében kiemelten fontos. Azon túl, hogy Agrármegye, Szabolcs-Szatmár Bereg megye, ez a választókerület, ez különösen, ebben a választókerületben különösen meghatározó az agrárszektor. Ezért is tartottam fontosnak, hogy országjáráson a miniszter úr után államtitkár úr is beszéljen azokról a lehetőségekről, amelyeket lehívhatnak a gazdák. Folyamatban vannak a pályázatok, nagyon sok nyertes van. Ha jól emlékszem, 26 milliárd forint érkezett agrártámogatás a választókerületbe, ami egy nagyon nagy szám. A jelenlegi uniós ciklusban is jó ütemben haladnak a pályázati elbírálások. Erről Vitai Márton állami földekért felelős államtitkár beszélt Fehérgyarmaton. Az az örömteli hírünk van, vagy azzal szolgáltunk, hogy még ebben az évben több mint 1800 milliárd forint kerül kifizetésre ilyen tételekben. Nagyban nőtt a hazai forrásoknak is a lehetősége. Itt 50-ről több mint 100 milliárd forintra nőtt azon pályázati lehetőségek, vagy annak a kasszának a mérete, amiben hazai források vannak. Ezt a gazdák ismerik is, tudják is. Ennek a döntő többsége különféle területe alapú támogatásokkal kapcsolatos, de nagyon sok egyéb fejlesztési pályázati lehetőség is volt ebben az időszakban, és nagyon örülök neki, hogy sikerült a vidékfejlesztési programokban a pályázati időszakokat, a kiírásokat lezárni. Most már nagyon sok pályázat folyamatban van, sőt a legtöbb pályázat folyamatban van. Az államtitkár kiemelte, a sikeresség titka az volt, hogy nem a gazdákkal szemben, hanem a gazdákkal együtt dolgozott a kormány a fejlesztésekért. Olyan törvényeket hoztak, amelyeket a gazdák által kért jogszabálymódosítások eredményeztek. Ilyen volt például a földforgalmi törvény, vagy az uniós fejlesztési támogatások irányának kiválasztása, és a Földet a gazdáknak program is, hangzott el a Fehérgyarmati Agrárfórumon.
10 önkormányzat konzorciumban nyert újabb pályázatot a térségben. Nyírbogát vezetésével közel 500 millió forintot fordítanak a települések a szociális közszolgáltatásaik fejlesztésére. Ennek egyik eleme a Jó szülő leszek projekt, amelynek célja a családok társadalmi szerepének erősítése. Az ehhez kapcsolódó programok megvalósítására 2017. szeptemberétől 40 millió forint áll a település rendelkezésére. Nyírbogát és a környező települések az elmúlt években folyamatosan fejlesztették a térséget. Ezek közül a szociális közszolgáltatásokat erősítő beruházások kapták a legnagyobb hangsúlyt. Ilyen volt a 2013 és 2015 között megvalósult gyermekesély program Nyírbátorban, amely több ezer családnak nyújtott lehetőséget egy jobb élet kialakítására. Mintegy 50 szociális pályázatban, ahol is a pályázók ugye önkormányzatok voltak, egyházi szervezetek, civil szervezetek, 5 milliárd forint értékben kapnak lehetőséget a településeink a szociális infrastruktúra és humán erőforrás fejlesztésére. Tehát ez egy nagy szó, mert hogy ennyi pályázati lehetőség szociális téren még az előző időszakban sem állt rendelkezésre, akkor mintegy 2-2,5 milliárd forintból valósítottunk meg szociális pályázatokat a választókerületben. Az 50 szociális pályázat közül az első 470 millió forintot biztosít a szociális közszolgáltatások fejlesztésére 10 önkormányzatnak konzorciumban, amelynek vezetője Nyírbogát települése. Ez egyszerre képzi a közigazgatásban dolgozókat, javítja a közigazgatás minőségét és színvonalát is. Egészségügyi fejlesztéseket is tartalmaz, hiszen így lehet a térség felzárkózását segíteni. 10 önkormányzat fogott össze azért, hogy jobb közszolgáltatásokat nyújtsanak a településükön élők számára, a településen élő állampolgárok, családok és mindenki számára, aki a településen jár. Ez azt jelenti, hogy ez komplex fejlesztéseket tartalmaz, hiszen itt egyszerre kell foglalkozni a családokkal, a közösségépítéssel, a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokkal, fejlesztő pedagógusokkal, vagy akár a munkaerőpiaci kérdésekkel, mind olyan vonatkozásában, hogy olyan képességekkel, olyan képesítésekkel rendelkezzenek az adott településen élők, amire szükség van abban a régióban, ahol ők élnek. A fejlesztések egyik eleme a 2017 és 2019 szeptemberek között 40 millió forintos Jó szülő leszek projekt. Célja a család társadalmi szerepének megerősítése, a családi kohézió növelése, szülésre és gyermekvállalásra való felkészítés, a krízishelyzetek kezelése, illetve kialakulásuk megelőzése. Ennek érdekében egyéni tanácsadásokat, rendezvényeket és csoportos foglalkozásokat is szerveznek. 25 éves évfordulóját ünnepli a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórház onkoradiológiai osztálya. A közel 9000 négyzetméteres területen évente 1300 új beteget látnak el a visszatérő, folyamatos kezelésben részesülő páciensek mellett. Az elmúlt negyed évszázad alatt több mint 30 ezer beteget kezeltek az osztályon, az esetszám pedig már több milliósra tehető. Az elmúlt években jelentős fejlesztések történtek Nyíregyházán a Jós András Oktatókórház életében. 2007 és 2013 között közel 30 projekt zárult, összesen 26 milliárd forintból. Ezek közül az egyik legnagyobb, a 27 ezer négyzetméteren 15,5 milliárd forintból megépített több kórház volt. Csak a felirat maradt a léki, és újból kellett mindent megtanulni, tehát akkora volt a különbség a kettő között, úgyhogy ezek voltak a legnagyobb mérföldkövek. De én azt hiszem még egyet emelnék ki. Az, hogy 25 évvel azelőtt is kezeltek daganatos betegeket, de nem rendszerbe. Mindenki kezelgette a sajátjait. Tehát ha megkérdezik, hogy mire vagyok a legbüszkébb, az, hogy az onkológiával szakmát csináltam. A kórház fejlesztései az onkoradiológiai osztályt is jelentős mértékben érintették. A Pólus program keretében ugye hangsúlyos elem volt az onkológiai fejlesztés, nagyon nagyot lépett előre az onkoradiológiai osztály, mind az építkezés tekintve megszűnt a helyszüke, mind az eszközellátás tekintve, legmodernebb eszközökkel, ma már szinte bármilyen onkológiai kezelés legmagasabb színvonalon tudnak itt ellátni, és hát ez az osztály országosan is a legjobbak közé tartozik, egy akkreditált osztály.
egy uniós támogatást kiegészítő hazai finanszírozású bruttó 359 millió forint összegű többletforrásból újabb emeri készülékkel gazdagodott 2018-ban a kórház. Most nem régen adtuk helyeztük üzembe a második emelkészülékünket, szintén egy onkológiai pályázat keretén belül, tehát most már ez fog üzemelni, illetve más egyéb infrastruktúrális fejlesztéseket is tervezünk, illetve folyamatban véve, ugye a STK épületének a földszintjének a rendbehozatala, illetve hát ugye láthatóvá vált már a tömbkórház projekthez kapcsolódó parkolóház, azt is rövidesen át fogjuk adni. Az elmúlt közel 3 évtized alatt több mint 30 ezer beteget kezeltek az osztályon, az esetszám pedig már több milliósra tehető. Évente közel 1500 új beteget látnak el. Az adatok alapján a jövőben is növekedni fog a rákos megbetegedések száma, ezért fontos, hogy az onkológiai tömbben a legkorszerűbb körülmények között a legmagasabb szakmai szinten lássák el a daganatos betegeket. Idén 20. alkalommal szerveztek Vécsei Vásárhelyi Országos Kamara Néptánc és Népdaléneklési versenyt. A megmérettetés célja a fiatal, népzenei érdeklődésű tehetségek felkeresése és szerepeltetése, kezdetben helyi, majd országos szinten. Ebben az évben 25 általános művészeti és középiskolából indult 285 versenyző, összesen 21 településről. A verseny mellett a nemrégiben elhunyt Kalló Zoltán néprajzkutatóról is megemlékeztek. Példaértékű az, hogy két különböző intézmény hogyan tud együttműködni, és már 20 éve tesznek azért, hogy a gyerekek bemutatkozhassanak egy rendkívül érdekes formátumban. Egyedülálló az országban, hogy kamara jellegű néptáncversenyen vehetnek részt a gyerekek, és hát persze nagyon-nagyon nagy öröm az, hogy megmutatkozhatnak, hogy még egy lehetőség nyílik arra, hogy megmutassák a táncos tudásukat, és hát együtt örüljenek annak, hogy milyen csillogó szemmel tud táncolni a másik gyerek is, hiszen egymás sikerének is fantasztikusan örülnek. Híradunk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Közel 500 milliárd forintos beruházás eredményeként elkészült a nyíregyházi városi jégpálya. Ezentúl egy szabvány méretű 60x30 méteres jégfelület áll az utánpótlásnevelés, az élsport és a szabadidősport rendelkezésére. Szabolcs-Szatmár Bereg megye és Kárpátalja turizmusának erősítése kiemelt feladat, hangzott el a budapesti utazás kiállításon. A Hungexpon szervezett 4 napos eseményen először mutatkozott be közös standon a két régió. Munkácsi Mihály festményeiből nyílt kiállítás Kisvárdán. A világ második legnagyobb Munkácsi gyűjteményét birtokló Pák Imre folyamatosan gyarapodó kollekcióját 2005 óta már 33 kiállításon mutatta be Magyarországon és külföldön. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták március 2-án pénteken friss hírekkel, legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket, hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat elérik a honlapunkon is. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnapra megszűnik a havazás, de továbbra is hideg marad az idő. A mai csapadékos időjárást okozó légörvény szombatra elhagyja térségünket, és mögötte szárazabb, de ismét hideg légtömegek érkeznek fölénk. A késő esti órákban még sok lesz fölöttünk a felhő, és a havazás is csak este szűnik meg, de hajnali órákban már felszakadozik a felhőzet. Az északi szél megélénkül, reggelre általában mínusz 8 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben változóan felhős időre lehet számítani több órás napsütéssel. Csapadék nem valószínű, eleinte még élénk, helyenként erős lesz az északnyugati szél, majd napközben mérséklődik a légmozgás. Délutánra mínusz 2 fokig emelkedik a hőmérséklet. A mai melegfronti hatást éjszakától hidegfronti hatás váltja föl térségünkben. A következő napokban napos időszakok is várhatóak, és számottevő csapadék hétfő estig nem valószínű. Ekkor ismét nedvesebb léghullámok érik el térségünket, és kedtől csapadékosabbra fordul az idő.
A hegyekben havazás, máshol eső, a hajnali órákban ónos eső valószínű. Hétfőig még maradnak az erős éjszakai fagyok, és napközben is jellemzően kevéssel fagypont alatt alakul a hőmérséklet. De kedtől már egyre kevésbé lesznek csípősek az éjszakák, és lassanként erősödik a nappali felmelegedés.